Lukács Evangélium a 20. fejezet 25. versét idézem. Ő pedig mondta nékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. Jézus kijelentését olvasom, amit nem sokkal halála előtt mondott, amikor törbe akarták csalni, és föltették neki a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. A zsidók zúgolódtak Róma fennhatóságával szemben, nem akarták megfizetni az adót, és erre akartak jogalapot keresni. És ezért tették fel a kérdést, hogy nekünk, hívő embereknek, zsidó embereknek, hát szabad a római hatalomnak adót fizetnünk? Jézus odahozatott egy pénzt, egy adópénzt, és megkérdezte, hogy kinek a képe van ráverve arra az adópénzre, és mondták, hogy a császáré. Tehát a császár bocsátotta ki ezeket a pénzeket. És erre Jézus válaszolta ezt a mondatot, amit most felolvastam, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári és az Istennek, ami az Istené. Jézus külön választotta a két hatalmat, Istent, az ő világteremtő hatalmát, és a császárt, aki egyébként Hát Isten találta ki az államokat az özönvíz után. Az özönvízig nem voltak társadalmak, államok. Az emberi, emberiség egységes volt, egy volt a nyelv, a kultúra. Nem tagozódtak szét országokra, nem voltak nemzetek, nyelvcsaládok, rasszok. Isten találta fel az államot, a királyt, a császárt. Isten helyezte az emberi társadalmak élére. És Isten azt mondta, hogy a politikai hatalomnak is kötelesek vagyunk megadni azt, ami az övé. Ebben a bibliaversben az amin van a hangsúly. Gyermekkoromtól ismerem ezt a bibliaverset, édesanyám kicsit huncutkásan mondta, hogy hát adjuk meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, ami az isteni, mint ez valamilyen opportunista kijelentés lett volna, hogy ide is, oda is azért adjuk meg azt, amit gondolunk megadni. Hát itt a hangsúly nem ezen van, hanem az ami Kifejezésen, hogy ami a császáré, azt adjuk meg a császának. Mi a császáré? Minden államot, minden társadalmat össze kell tartani. Adókkal, közteherviseléssel, vámokkal és egyéb más dolgokkal. Ezt kötelesek vagyunk megadni, hiszen az utcán van világítás, van járda, van úttest, vannak közterhek. A közteherviselés minden jószándékú polgárnak közös feladata. Kiváltság a közteherviselés, nem nyomasztó teher. Segíteni kiváltság. Adjuk meg a császárnak, ami a császáré. A császárnak az a feladata, hogy munkalehetőségeket biztosítson, hogy az emberek számára normális körülményeket biztosítson, hogy ügyeljen a közrendre, a közbiztonságra, hogy amit rendes munkával szereztünk, azt ne rabolhassák el tőlünk. Ez a császár feladata. Mind a mai napig a császárok nem nagyon végzik hűségesen és megbízhatóan ezt a feladatukat. Állandóan mást csinálnak, és nem azt, ami a feladatuk lenne, de így is áll Jézus szav, hogy ami a császári ma is adjuk meg, adózzunk, vegyünk részt a közterhek viselésében, a közfenntartásában. De ami az Istené, azt az Istennek adjuk meg. Az isteni a szabadságunk, az isteni a gondolkodásunk. Az Istent keressük, és nézzük, hogy az Isten mit adott az emberi életre, hogy éljünk, milyen erkölcsi rendben, hogy neveljük a gyermekeinket, hogy válasszunk ö, hivatást, hogy válasszunk társat az életben. Az Istené az, amit az ő törvényeiben kijelentett. Az Isten a teremtőnk, a hozzávaló ö, ragaszkodás, a neki való engedelmesség. Ez az ember részéről a nagy feladat. Ami a császáré, ami a császáré, adjuk meg a császárnak. De ami az Istené, adjuk meg az Istennek. Mit tetszenek gondolni a mai világban, kinek adunk kevesebbet A császárnak, vagy az Istennek?